Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Szia! Majora Zsuzsa vagyok, a Baruház házi asszonya. Örömmel üdvözöllek a Nyári Táska Fesztivál megnyitóján. Ebből a videóból rengeteg hasznos információt fogsz megtudni, sőt, még a végén megmutatom neked az egyik üdvös táskát is. Ezt a Táska Fesztivált úgy alkottuk meg, hogy lehetőleg mindenki számára hozzáférhető legyen. Éjjel külföldön vagy Magyarországon, kisvárosban vagy nagyvárosban, semmi nem akadályozhat meg abban, hogy velünk tarts és velünk alkoss. Ezért a fesztivál kizárólag az interneten lesz elérhető, a www.táskafesztivál.hu weboldalon. Mindegy, hogy kezdő vagy haladó hobbivalónő vagy, mindenképpen rengeteget fogsz tanulni a táskákról. Ha kezdő vagy, akkor rengeteg kép, rengeteg magyarázat, sőt még videók is segítenek abban, hogy zökkenőmentesen tudj alkotni. Alapanyagok tekintetében is igyekeztem, hogy csupa olyan dolgot használjak föl, ami akár egy kisváros, pici, rövidálló vagy textilboltában is beszerezhető. Lehetőleg semmilyen speciális táskás dolgot nem használtam, ha mégis, akkor mindig ajánlok már helyette valami egyszerűbb dolgot. Sokan kérdeztétek, hogy a fesztivál ingyenes-e. A saját készítésű táskák hetének a végéig teljesen ingyenes, úgyhogy mindenképpen velünk tudsz tartani. Innentől kezdve lesz egy belépő díj. Ezt is úgy határoztuk meg, hogy lehetőleg minél többen velünk tartsatok. A saját készítésű táskák hete alatt lesz egy nyereményjáték is. Eddig nem árultuk el, de egy vadonatúj háztartási varrógépet lehet majd nyerni. Ha te nyered meg, akkor még szebb táskákat fogsz tudni varni ennek segítségével. Arról még nem beszéltünk, hogy végig a fesztivál ideje alatt minden táskához lesz egy extra bónusz. Ez teljesen ingyenes, és ettől mindenkinek nem csak egy táskája, hanem egy szettje lesz, olyan, amilyen csak nekünk lehet, mert fiatboltban nem lehet kapni. Szeretném még megmutatni neked az egyik táskát, amit remélem majd velem együtt fogsz megvarni. Never would have caught the